Makrai Zsuzsa zománc művész tematikájában és stílusában gyakran kötődik a nyírbátori szülőhely műemléki, néprajzi, szakrális motívumaihoz. A Vaján megnyílt kiállítás darabjait egy 1988-ban faksimile kiadásban megjelent kötet, az Boldogságos Szűz Mária képek az Magyarországon című könyv, valamint a katolikus templomok Mária ábrázolásai indították. Végre nyúlnak vissza a témával való találkozásaim, mert először az ucéli keresztekkel találkoztam, és azon csodáltam meg a festett plékrisztusokat, és ezeknek a párjait, a kőből faragott krisztusokat, és hát a madonnák, piéták, azok pedig lakói a katolikus templomoknak, hiszen a barokk korban készített gyönyörűséges oltárok központi figurája az anyagyermekkel, Szűz Mária a kis Jézussal az ölében, és ahány templom, ahány korszak, annyi hangulat, annyi megfogalmazás, és végső soron ezekhez a szentélyavatott szobrokhoz hát csodálatos legendák is fűződnek a készítésüket illetően. Tehát mind a szóbeli, hagyománybeli ismeretanyag, mind a képpel való találkozás az eleve arra késztet egy alkotó embert, hogy a maga műfajában hogy tudja ezeket újra megalkotni, létrehozni, mások számára közelebbre hozni. A kiállítás darabjai egy sorozat részeként érkeztek Vajára a Vai Ádám Múzeumba, ahol május 4-éig láthatóak.